Szeretettel köszöntjük Önöket a mai sajtótájékoztatónkon. Ha az elmúlt 4 éves ciklusra gondolunk, és az Orbán rendszerre, akkor nagyjából ugyanaz jut eszünkbe, mint az elmúlt 12 évre. Ez pedig az orbáni mérhetetlen korrupció. Lassan 3 hónapja annak, hogy kiderült, hogy a Varga Judit első számú helyettesét érintő Völner ügy az elmúlt évtized, hanem az elmúlt 30 év legnagyobb korrupciós botránya. És szintén az igazságügyi minisztériumot érinti, a lassan 1,5 éve kiderült titkos megfigyelési botránya Pegazus ügy, ahol a NER-rel nem szimpatizáló független újságírókat, ellenzéki politikusokat és üzletembereket figyeltek meg. Mindkét ügy jellemzője és közös vonása, hogy az igazságügyért felelős minisztériumot érinti, és az is közös mindkét ügyben, hogy a kormányzat menekül. Menekül a kérdések elől, menekül a képviselői kérdések elől, menekül az állampolgári kérdések elől. Varga Judit leginkább fut és megpróbál elrejtőzködni ezekben az ügyekben. Miközben a magyar állampolgárok erre, ezekre az ügyekre is választ várnak, ezekre az igazságügyi minisztériumot érintő korrupciós, illetve megfigyelés ügyre is választ várnak. Különösen azért, mert Pegazus ügyben teljesen világos, hogy illegális megfigyelés volt, sőt, törvénytelenül járt el az igazságügyi miniszter akkor, amikor korlátozás nélkül adta át a megfigyelés engedélyezését első számú helyettesének, akit azóta hivatali vesztegetés és egyéb bűncselekménnyel gyanúsította meg egyébként a szintén Fideszhez köthető legfőbb ügyész. Ebben az ügyben többször, több alkalommal jó magam is kérdeztem, hogy folyt-e vizsgálat Varga Judittal szemben. Természetesen a belügyminisztérium azt a választ adta, hogy minden titkos. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy akkor most a legfőbb ügyész úrtól kérdezzük meg. Neki azért voltak már sikerei a NER rendszerével szemben, persze ezek csak apró szépségtapaszok, hiszen a legtöbb esetben a legfőbb ügyész az elmúlt 4 évben szintén asszisztált a Fidesz rendszeréhez. Ugyanígy kérdések vetődtek föl a Völner-Sadl ügyben is, legfőképpen azért, mert azt láttuk, hogy meglehetősen szemtelen, már arcátlan módon, nem egyszer a minisztérium környékén, sőt a minisztérium előtt vett át Varga Judit első számú korábbi helyettese kenőpénzt. Nem figyelme már semmire, arra se, hogy mikor van a saját névnapja. Ez a rendszer egyértelműen a korrupció rendszere. Éppen ezért április 3-án arról is döntünk, hogy akarja ez az ország, hogy Magyarország továbbra is az Európai Unió második legkorruptabb országa maradjon, amivé Orbán Viktor és rendszere tette Magyarországot. Nagy atét, április 3-án nem csak a jólétről döntünk, hanem arról is, hogy végre egy normális, igazságos, korrupciótól mentes országban élhessünk. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm én is a sajtó megjelent képviselőit. Orbán Viktor 4 éve, ahogy Orbán Viktor 12 éve is, nem csak a korrupció rendszere, hanem az elnyomás és a kisemmizés rendszere is. Orbán Viktor és kormánya ezt az országot gyakorlatilag egy bankautomataként használta. Csak folyamatosan vették, vették és vették ki a pénzt, vették el a pénzt az emberektől, és rakták el maguknak. Rakták el maguknak Orbán Viktor édesapjának, Orbán Győzőnek a 60 pusztai birtokára, ahol luxusmedencékkel, kápolnákkal, könyvtárral felszerelt hűbérbirtok épül. Rakták el maguknak Rogán Antal helikopterezésére, rakták el maguknak Varga Judit törvénytelenül felvett 10 millió forintos csokjára, amit a törvénytelenül a nyaralójára vett fel, és azóta se kellett visszafizetnie. És rakták el többek között Szijjártó Péter adriai luxus jachtozására, amire elvileg a vagyonbevallása szerint neki nem telne. És honnan vették el ezt a pénzt? Elvették a közalkalmazottaktól, elvették az ápolóktól, akik még mindig 50 év ledolgozott munka után a kormány hivatalos bértáblája szerint 200 ezer forintot visznek haza havonta. Elvették a pedagógusoktól, akik most sztrájkolni kényszerültek, miközben a kormány kigúnyolja őket, megfélemlíti őket, és baloldali hazaárulónak hívja őket, pusztán azért, mert a hó végén is szeretnének
enni adni a gyereküknek, de a jelenlegi fizetésükből nem telik. És elvették azoktól, a nyugdíjasoktól is, akiknek lehet, hogy most befagyasztotta Orbán Viktor a csirkefarhát árát, de akiknek még a csirkefarhát is állom. Emlékezzünk vissza arra, amikor Orbán Viktor a 2010-es kormányzását azzal kezdte, hogy több százezer rokkantat lecsalózott. Lecsalózta azokat, akik ma 30 ezer forintból élnek havonta. Április 3-án véget vetünk a Fidesz bankautomata rendszerének. Véget vetünk a folyamatos lopásnak, a kisemmizésnek, és végre azokra fogjuk költeni a pénzt, akik megérdemlik, a magyar emberekre. Az Egyesült Ellenzék Márki-Zay Péter vezetésével végre egy jóléti országot fog teremteni, ahol a szolidaritás, az egymásra figyelés, az egymásról gondoskodás lesz a mindennapok üzenete. Olyan béremelést fogunk biztosítani a rendőröknek, a tűzoltóknak, az ápolóknak, az otthonápolóknak, a pedagógusoknak, minden közalkalmazottaknak, addig emeljük a bérét, amelyek tisztességesen meg tudnak élni. A nyugdíjakat addig emeljük, amíg senki nem szorong azon, hogy meg tudja-e fizetni a gyógyszereket. Az átlag nyugdíjat 200 ezer forintig fogjuk emelni, és a minimál nyugdíjat a 2,5-szeresére fogjuk felemelni, tehát senki nem kaphat egy ledolgozott élet után havonta kevesebb, mint 75 ezer forintot. Megemeljük a pedagógusok bérét, megemeljük a tűzoltók bérét, a rendőrök bérét, a közalkalmazottak bérét, az otthonápolók bérét. Segíteni fogunk mindenkinek, aki a munkáját elvesztette, segíteni fogunk a kilakoltatottaknak, akik Völner Pál jóvoltából az utcára kerültek. Biztosítunk nekik is és a fiataloknak is lakhatást. Segítünk a devizahiteleseknek, akiknek az elmúlt 12 évben Orbán Viktor semmit nem segített. Mi egy gondoskodó, egy összetartó és egy szolidáris országot fogunk építeni. Április 3-án véget vetünk az elnyomásnak, és elhozzuk a békét és a jólétet Magyarországra. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, Lukács László vagyok a Jobbik képviselője, és nyugodtan folytathatjuk ott a képviselő asszony abba hagyta, ugyanis nincs új a nap alatt. Az elmúlt 4 évben is minden évben úgy kezdődött a parlamenti szezon, ilyen időtájt, február elején, hogy Orbán Viktor arcpirító hazugságát láttuk, illetve kellett végignéznünk a vagyonnyilatkozatával kapcsolatosan. Állandóan elhiteti Magyarország miniszterelnöke, hogy egy nincstelen polgár, miközben világosan látszik, hogy az édesapja óriási birtokot épít, a lánya saját lábán áll, milliárdos a vejével együtt, és a legjobb barátja keresi Magyarországon a legtöbb pénzt és a leggazdagabb ember. Azt is látjuk, hogy a szívéhez közel álló sportágakban a focisták 2,9 millió forintot keresnek, míg az ápolók 290 ezer forinttal kell, hogy beérjék havonta. De ezek az égbe kiáltó különbségek akkor voltak igazán látványosak, amikor látszódott, hogy egy válságban, amit a koronavírus járvány és az ezzel kapcsolatos gazdasági válság okozott, szükség lett volna arra, hogy az állam megsegítse azokat, akik igazán bajban vannak. Ekkor történt meg, és érdemes mindenkit emlékeztetni arra, hogy az álláskeresési járadéknak a felemelése, illetve a hosszabb igényelhetőségén kívül a kormány nem gondolkozott azon, hogy ezt emelni kellene, nem gondolkozott azon, hogy azokat a vállalkozásokat, amelyek bajba jutottak a válságban, azok a főként egyéni vállalkozók, kis családos vállalkozók, akik a koronavírus járvány miatt a megélhetésüket vesztik el, érdemben segítség őket. Nyilvánvalóvá vált az is, hogy amit a turizmusban segítségként nyújtottak, az megint az Orbán Ráhel köreihez közeli Magyar Turisztikai Ügynökség keretében úgy került kiosztásra, hogy azok a kiváltságosok, azok a barátok, azok a családtagok járjanak ismételten jól, akik már az elmúlt 4 évben folyamatosan degeszre tömték magukat. Látszódik az is, hogy a kisebb embereket nem igyekszik a kormány megsegíteni, a sajátjaiért folyamatosan valamit tenni akar, és folyamatosan növeli az ő támogatásukat. Érdemes összegezni, hogy gazdaságilag hova jutottunk, rekordmagas áfa van Magyarországon, a minimálbért megadóztatja Orbán Viktor, a banki átutalásokat szintén adóztatja, és még sorolhatjuk azokat, amelyek általában a kisebb vállalkozásoknak, azoknak az embereknek, akik bérből, fizetésből élnek, rendkívül fáj. A közszolgálatban rendkívül alacsony bér van, a lakásárak felpumpáltak, a fiatalok,
sőt a vidéken élők számára lassan elérhetetlen a tisztességes lakhatás, és látjuk, hogy a hétköznapi emberek számára egy-egy nagyvárosban, vagy akár a diákoknál, amikor a szülők finanszírozzák, már megfizethetetlenek a lakására. Erre természetesen van válasz, ne hagyjuk, hogy úgy menjen minden, mint az elmúlt 4 évben ment, ne hagyjuk, hogy Orbán Viktor az arcunkba hazudjon, ne hagyjuk azt, hogy ő a családtagjainak, a barátjainak adja a pénzt. A mi felelősségünk az, hogy Orbán Viktor ezt ne folytassa, az elmúlt 4 év mérlegét mutatja mindez, amiről beszéltem, ne hagyjuk, hogy így legyen. Az Egységben Magyarországért pártjai, az ellenzéki pártok arra kérnek mindenkit, hogy április 3-án fejezzük be azt, amit Orbán Viktor az elmúlt 4 évben folytatott, és teremtsünk egy olyan Magyarországot, amely mindannyiunké lehet. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Én is köszöntöm Önöket a mai sajtótájékoztatón, és köszöntöm azokat is, akik online követik az eseményt. Hogyha lassan véget érő kormányzati és parlamenti ciklust értékeljük, akkor talán egy szimbolikus esetet érdemes először megemlíteni, mégpedig az, hogy egyre több olyan fideszes képviselő van az országgyűlésben, akik már jellemzően korrupciós vádak, gazdasági bűncselekmények gyanúi miatt már a vádlottak padján ülnek, és mégis Orbán Viktor kétharmados hatalmának a támaszai. Ugye talán a legszimbolikusabb eset Boldog Istváné, aki gazdasági bűncselekmények vádjával áll bíróság előtt, de továbbra is a Fidesz jóvoltából a Költségvetési Bizottság alelnöke lehet. Én azt gondolom, hogy ez a helyzet jól szimbolizálja Orbán Viktor korrupciót a rohadó rendszerét. És hogyha háttekintjük az elmúlt 4 évet, akkor azt is meg kell említenünk, ami szintén egy súlyos következménye Orbán Viktor kormányzásának, hogy a környezetvédelem, illetve a környezetvédelem intézményrendszere is gyakorlatilag romokban hever. Tehát ez a kormány ebben a ciklusban is folytatta a környezetvédelem intézményrendszerének a szétverését. Látható, hogy a Fidesz nem veszi komolyan és nem hajlandó cselekedni a közelgő klímakatasztrófa hatásai ellen. Ugye azt tapasztalhattuk itt az elmúlt 4 évben, mint kormányzati szinten, mint az országgyűlés ülésein, hogy jellemzően beterjesztenek önmagában is elégtelen alkalmatlan javaslatokat, de még ezeket sem hajtják végre, és amikor az ellenzéki pártok a klímaváltozás hatásai elleni küzdelem érdekében valóban hatékony javaslatokat terjesztenek elő, akkor ezeket egyszerűen semmibe veszik és lesöprik az asztalról. De az is nyomon követhető, hogy a Magyarország legnagyobb projektje kapcsán, ugye az oroszoknak hazugságra alapozva pályázat nélkül juttatott Paks 2 projekt kapcsán a mai napig sem a magyar emberek érdekeit képviseli a kormány. Ugye jól látható az, hogy ugyan azt hazudták, hogy azért kell az oroszoknak adni ezt pályázat nélkül, mert csak ők alkalmasak arra, hogy ezt megvalósítsák, hogy az oroszok egyszerűen nem alkalmasak arra, hogy az európai és a magyar szabványok szerinti dokumentációt elkészítsék, és a kormány ahelyett, hogy érvényesítette volna a magyar emberek érdekeit, tulajdonképpen folyamatosan az oroszok érdekébe módosította a vonatkozó jogszabályokat. Még olyan súlyos kérdésekkel sem hajlandóak szembenézni, mint a földrengés biztonság. Pedig azt elmondhatjuk, hogy egy magát családbarátnak nevező kormány egyik legfontosabb feladata kellene, hogy legyen, hogy az egészséges környezetet, a tiszta levegőt, az élhető környezetet biztosítsa a jövő generációi számára. És azt is el tudjuk mondani, hogy nem csak a környezetvédelem van válságos helyzetben, hanem bizony az oktatás és a felsőoktatás is gyakorlatilag romokban, hever és válságban van. Ugye már elhangzott a mai sajtótájékoztatón is, hogy gyakorlatilag semmibe veszik a pedagógusokat, az iskolákban dolgozókat, óriási a leterheltség, ezt szintén semmibe veszik, és tulajdonképpen amikor a tanárok nem csak magukért állnak ki, hanem valamennyi gyerekeiért is kiállnak, akkor megfenyegetik őket, és különböző intézkedésekkel, kormányrendeletekkel próbálják korlátozni a sztrájk lehetőségét. A felsőoktatás kapcsán pedig a leggyalázatosabb intézkedés az elmúlt években, intézkedés sorozat az elmúlt években volt látható, ahol hazugságokra alapozva, megint csak hazugságokra alapozva szinte a teljes hazai felsőoktatást kiszervezték, és politikai irányítás alá helyezték. Ugye a fejlesztési forrásokkal megzsarolva az egyetemeket, azokat a teljes vagyonukkal mindennel együtt olyan alapítványokba helyezték ki, amiket fideszes pártkatonák vezetnek. Azóta láthatóvá vált, hogy a feladatellátási szerződéseket is olyan módon kötötték meg, hogy az adófizetők pénzéből a felsőoktatás finanszírozása érkező források nem közvetlenül az egyetemekhez jutnak el, hanem a fideszes pártkatonák által vezetett alapítványokhoz, és az is látható, hogy ezek a kuratóriumok, ezek a fideszes kuratóriumok azokat a legfontosabb az egyetemek jövőjét meghatározó jogokat magukhoz vonták, amelyek az egyetemi szenátusokhoz tartoztak eddig. Tehát mi azt tudjuk mondani, hogy ez is a nagyon fontos tétjei között szerepel az április 3-ai választásnak, hogy fel fogjuk szabadítani az egyetemeket, helyre fogjuk állítani az egyetemi autonómiát a magyar fiatalok érdekében. Tisztelettel köszöntöm Önöket.
Hát ha az elmúlt 4 évet vagy 12 évet értékeljük, és a korrupció szó a homlok terébe van az értékelésünknek, akkor nem mehetünk el szó nélkül az Európai Uniós források és azok felhasználása mellett. Az ma már nem csak a magyar ellenzéknek és a magyar embereknek az érzéseit tükrözi, hogy az uniós pénzeket Magyarországon gyakorlatilag elcsalják, ellopják, és intézményes, államilag szervezett korrupció zajlik Magyarországon, hanem ez bizony most már a nemzetközi közvélemény és maga az Európai Unió is így értékeli. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy az OLAF, az Európai Csalás Elleni Hivatal 2020-as és 2021-es értékelése szerint Magyarországon csalták el tényszerűen a legnagyobb arányba az uniós pénzeket, és szintén ezen szervezet értékelése szerint az elmúlt 5 évben az uniós átlag 10-szeresét csalták el, mint amit a más országokban bárki magának megengedett volna. Hogy miért olyan nagy probléma ez, az Európai Unió megelégelte azt, hogy az unió adófizetőinek a pénzét korrupt rendszerek és korrupt politikusok hazalopják, és azért eljutottunk arra a pontra, amit ma láthatunk, hogy egyszerűen nem érkezik meg Magyarországra az egyébként nekünk járó pénz a magyar kormány korrupciós rendszere miatt. Ez mintegy 15 ezer milliárd forintról szól, hogy ezt érthető legyen olyan, mint hogy minden egyes magyar állampolgár számlájáról 1,5 millió forintot leemelnének, és ez bizony hiányzik. Nem csak a vállalkozóktól, nem csak az egyes polgároktól, akik bizonyos pályázatokon pénzhez juthatnának, hanem hiányzik az önkormányzatoktól, és bizony az állami szervektől is. Ezen a területen, ha Orbán Viktor kormányon marad, nem lesz változás. És miután az államadóság 80% fölött van, miután az Orbán kormány az elmúlt hónapokban brutálisan belehúzott az ország eladósításába, nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezen pénz nélkül a magyar gazdaság viszonylag záros határidőn belül két vára feküdhet. Erre a pénzre Magyarországnak, a polgárainak és a magyar gazdaságnak is óriási szüksége van. Éppen ezért az Egységben Magyarországért azt vállalja, hogy ha április 3-án kormányra kerülünk, akkor szinte az egyik első intézkedés lesz, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Megteszi azokat az intézményi változtatásokat, garanciákat, például a korrupciós hivatal felállításával, például az uniós pénzek átlátható elosztásával, ami után lehetőség lesz arra, hogy nagyon-nagyon gyorsan a kormányváltás után Magyarország ez a 15 ezer milliárd forinthoz hozzájuthasson, és az ország fejlődési pályára állhasson, és az eladósodást megállíthassuk Magyarországon. Ehhez azonban április 3-án változásra van szükség. Április 3-án az Orbán kormánynak mennie kell. Orbán Viktor miniszterelnöksége mellett ennek a pénznek a Magyarországra jutása szinte garantálhatóan nem fog megtörténni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.